A Hajnalcsillag református óvodának az utolsó nagy eseménye a 2012-13-as tanévben a nagycsoportosok búcsúja az óvodától, azaz a ballagás. Idén 21 kisgyermek fejezi be az óvodai évet, hogy jövő szeptemberben már az iskolapadban kezdhessék el a tanévet. Az intézményben nagy hangsúlyt fektetnek a gyerekek környezettudatos nevelésére és az egészséges életmódra, ezek fontos részei a nevelési programnak. A pedagógusok pedig azt is szem előtt tartják, hogy a gyerekek ne negatívumként éljék meg a váltást. Az óvodánkban működő óvodaiskola programnak köszönhetően törésmentesen kezdhetik ezt az időszakot az elsősök, mivel dr. Borbéné Bihari Krisztina óvónéni, tanítónéni viszi őket tovább a Magvető Református Általános Iskola első osztályában. Én úgy gondolom, hogy minden évben mindent megtesznek a dajkanénik, az óvodapedagógusok annak érdekében, hogy a szép és felejthetetlen emlékek örökre megmaradjanak a gyermekek szívében, és iskolai élet személyességek kezdhessék az első osztályt. Az iskola pedagógusai a szülőkkel is jó kapcsolatot ápolnak, számos családi program során van alkalom a személyes találkozásokra. Az idei ballagást egy új színfolttal is gazdagították az iskolában. A szülőknek is nagyon nagy hálával tartozunk, mert ők álltak ott az óvónénik mögött, intézményünk mögött, hogy aranyos, kedves gyermekek kerülhessenek ki az óvodánkból. És egy szép színfolttal szeretnénk még a ballagási műsorunkat majd befejezni, hiszen ebben az évben működött az óvodánkban Téglásné Peskai Ilona vezetésével egy óvodás festőkör, és a kiállításukra a ballagás után kerül sor. Az intézményben is az utolsó tanítási nap június 14-én lesz, a kezdés pedig szeptember 2-án.